idén is támogatja a bátaszéki önkormányzat a településen élő felsőoktatásban résztvevő diákokat. Ennek feltételeiről beszélt stábunknak dr. Paksi Firle Anna, a város aljegyzője. Bátaszék város önkormányzatának képviselőtestülete 2021-ben egy felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj alapítása mellett döntött. Azóta egész jól működik ez a program. Tulajdonképpen a bátaszéki lakóhelyű hallgatóknak kívánnak ezzel segíteni, aki bátaszéken állandó lakóhellyel rendelkezik, és a felsőoktatásban végzi éppen a tanulmányait, azoknak a tanulmányaival járó terhek viselésére valamilyenféle anyagi segítséget nyújt a képviselőtestület. Ennek a feltételei, hogy bátaszéki állandó lakóhelyen rendelkezzen a hallgató, 30. életévét még nem töltötte be, alapmester vagy osztatlan képzésen kell tanulnia a magyar felsőoktatásban, illetve az átlag, ugye, ami nagyon fontos, hogy az előző félévi átlaga, a súlyozott tanulmányi átlaga 3,8 felett legyen. Az ilyen hallgatóknak várja a kérelmét a tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránt a képviselőtestület. Jelenleg ezt most 2023. február 10. napjáig lehet benyújtani. A rendelet többféle kategóriát jelölt meg. Attól függően részesíti a képviselőtestület ösztöndíjban a hallgatót, hogy alapképzésben vagy mester, illetve osztatlan képzésen tanul-e. Alapképzésben is két kategóriát különböztet meg, 3,8-as átlag felett 4,4-es átlagig 10.000 forintot, és 4,41-os átlag felett 15.000 forintban részesíti a hallgatót egy hónapban a képviselőtestület a rendelet szerint. Mesterképzésen és osztatlan képzésben pedig, ha jól emlékszem, akkor 3,8 és 4,4-es átlag felett 15.000 forint per hó ösztöndíjban részesíti, 4,41-os átlag felett pedig 20.000 forint per hó. A jelentkezéseket a Városházán, a szociális irodán lehet leadni. Ez nem egy szociális jellegű juttatás, de itt a szociális irodán tudnak jelentkezni a hallgatók az ösztöndíj leadásával, vagy a postacímre való beküldéssel. A tavalyi év egy nagyon sikeres év volt, 20 és 30 közötti pályázó nyújtotta be az érvényes pályázatát, és mindenki ösztöndíjban részesült. A pályázathoz szükséges fedezetet a képviselőtestület már a decemberi ülésén biztosította. Idén 4 millió forintot különítettek el arra, hogy ezt kioszthassák a jól tanuló bátaszéki egyetemisták és főiskolások között. A fiatalok mindig résen vannak, hogy hol lehetne egy kis, nem is tudom, egy kis rezsikiegészítéshez hozzájutni, meg ugye jelenlegi gazdasági helyzetben ez nekik is nagyon fontos. Úgy látom, hogy ők is próbálják a szüleiket egy kicsit tehermentesíteni, és azért ez mind hozzájárul ahhoz, hogy tudják folytatni a tanulmányaikat, és azokon a helyeken tudják folytatni, ami a szívükhöz a legközelebb áll. A jelentkezéseket tehát február 10-ig adhatják be az ösztöndíjra pályázó tanulók a polgármesteri hivatal szociális irodáján, vagy postai úton is eljuttathatják kérelmüket az intézménybe.